Start, elindult a November Ready első része, és Ajánlott ugrott ki a legjobban a géből, Nemulassal együtt ők vezetnek. Nemulass és Ajánlott kettőse, mellett elmegy azonban Yeti, és már ő van az élen, mikor kijönnek a lovak a kanyarból. Yeti az első mögötte, Nemulass My Great színei tűnnek fel. Harmadik pozíció, Ajánlott kicsit visszacsúszott Emperor Stride a mezőny végén egyőre, de hát megszoktuk, hogy ő hátulról szokott jönni a három álmodó istálos ló közül. Noblesse aki a legjobban kezdés, hogy ott van a 34. pozícióban, mikor nagyjából 1200 méterünk meg még hátra a célig, Yeti vezet. Yeti az első három osztal mögött azonban Nemulass, My Great, valamint Noblesse, jól jön Astraios és Ashkan. Mögöttük ott van Ajánlott a mezőnyt, még mindig Emperor Stride zárja, amikor a túlsúlyos vége felé közelítenek a telivérek, remekül együtt galoppozik az egész mezőny. Ezerrel a vége előtt biztosan vezet Yeti. Yeti az első mögötte My Great. Nemulass visszacsúszott a harmadik pozícióba, mellette Ashkan jön följebb, illetve nagyon jól jön, mert mindig Noblesse időközben visszaesett a mezőny végére Astraios, de ő is nagyon közel van még a közvetlen élmezőnyhöz, amikor már csak mint egy jó 700 méterünk lehet hátra a futamból. Az élen My Great. My Great az első, Yetinek úgy tűnik eddig tartott a versenye, folyamatosan megy visszafelé. My Great viszont magabiztosan hozza a lovakat a célesbe, mögötte már ott van a nagy favorit Emperor Stride. My Great, Emperor Stride kettőse az élen, harmadik pozícióban pedig Jan Rájával Ashkan. 300-al a vége előtt Emperor Stride vezet My Great mellett, most fog elmenni a távoszlophoz közelítve. Ashkan lehet hátulról majd még talál rá veszélyes. My Great jelenleg a második, Emperor Stride azonban úgy tűnik könnyedén köszön el a többiektől. Emperor Stride újabb versenyet ifja fejes Lajossal. 150-al a vége előtt Emperor Stride a gyulai istálló lova óriási fölénnyel fogja megnyerni a novemberi díj első részét. Emperor Stride nyeri a futamot, Emperor Stride újabb versenyer, ez már a negyedik győzelme az idei esztendőben. Mögé jön Ashkan a második helyre, a harmadik My Great, negyedik Ajánlott, ötödik helyre érkezik Noblesse. Na, nincs meglepetés, Emperor Stride megint csak sétált, és megint nagyon könnyedén veri meg ezt a mezőnyt. Ashkan ismét dobogós, és ugye az a My Great végül a harmadik megelőző Ajánlottat, aki ugye nyerés után érkezett, és szintén egészen jó helyesének tűnt. 1-es, 7-es, 2-es a számok nyelvén, tehát... Yeti pedig nyögi a téri olasz versenyeket, vagy ő futott azért Olaszországban, vagy csak ott volt, csak nem futott. Talán ő nem is futott, készítették. De hát nagyon Teljesen megáll. Emperor Stride. Hát csak sétál. Ugye negyed kategóriában ahányszor fognak futni itt. Figyelem, a harmadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 1-es, 7-es, 2-es, ismétlem. 1-es, 7-es, 2-es. Hát, mert nagyon-nagyon kilógott ebből a csapatból is ezekkel a 65-70-es formáival. És hát ugye ez annyit jelent, hogy bőven 1 millió forint, 1,2 millió forint. Ugye negyedik gyakorlatilag ilyen versenyét nyeri. A 6 start, 4 győzelem és 1 pénzdíjas helyezés. Ajánlott még viszonylag jól mozog, ugye a túl felőrébb várta egy picit, ugye közeli negyedik, a többiek viszont már eléggé messze. Noblesse vezetésé.